Isten veletek cimborát. Célt mindig szem előtt tartva jó döntéseket hoztatok, akkor most bátran, félelem nélkül nem legyőzni kell az akadályokat, hanem át kell sétálnatok rajta. Azt nem állítom, hogy kényelmes lesz a következő időszak, a szakmai és az érettségi vizsgák, de mindenképpen egy fontos küszöb mindannyiótok számára, egy teljesen új, felnőtt élet felé. Kívánom, hogy soha el nem fogyó lendülettel sétáljatok, vagy gyaloguljatok, kocogjatok ezen az új eseményen. A középiskola olyan, mint az autóversenyzés. Rengeteg háttérmunkás dolgozik a sikerért. Mérnökök, pénzemberek, tervezők, autószerelők, edzők. De végül a nagy esemény a nagy eseményen a végső eredmény annak a kezében van, aki a volán mögött ül. Amíg középiskolába jártatok, sokan dolgoztak azért, hogy most a rajtvonalnál állhattok. Köszönjétek meg szüleiteknek a támogatást, a néha szúrós tekintetet, amivel munkára sarkaltak benneteket. Legyetek hálásak az iskola dolgozóinak, főleg tanáraitoknak, akik mindent, ami módjuk van át, megtettek azért, hogy a vizsgáitokon a lehető legjobb eredményt érjetek el. A Halálos iramban három című filmmel hangzik el, a sofőrnét, ne a Verdát. A vizsgáitokon kiderül, hogy mit is kezdtetek a sok támogatással, mert az, hogy milyen eredményt fogtok elérni, az innen kezdve csak rajtatok múlik. Azon mennyit tanultatok, gyakoroltatok. A kormány helyett a tollat fogjátok a kezetekben, és meglátjuk, mire jutok önállóan a megszokott terveknél. Még szerencse, hogy itt nem csak egy győztes lehet. Remélhetőleg majdnem 100-an lesznek, akik a célvonalon is átléptek, de Toretto mondatával ellentétben nem mindegy, hogy egy centivel vagy egy mérfölddel nyersz, hiszen jó megalakult tudással az élet több választási lehetőséget kínál. Remélem mindannyian készen álltok. Bőgjenek fel a motorok, pörögjenek a kerekek, az összes háttérmunkás és szurkoló nevében eredményes jó versenyzést kívánok nektek! Hiányfény, vezércsillagodon, tanisznyában érték, muníció, bölcsektől kapott 100 tanító szó. Legyen méz a tüneti kalázsban, életmentő falat éhes szájban, vivadon a légy sorsod színpadán, nevelt a nyár sötétség oldalán. Tehetségem ne pocsékold rosszra, legyen vezetőmódító virága. Emberségesnek lenni törékeny, gyakorol, légy a jóra érzékeny. Ne hagyd álmaidat a gyétől, ne törjön meg, ha rátont az élet. Sose félj, legyen merészen bátor, míg lelked szabad, semmi sem bátor. Az évek során igazi jó barátokká váltok. A nehéz időszakokban is mindig állt mellettetek valaki, aki jó gondozban is társatok volt. Azonban ez a később majd sokkal nehezebb, sokkal könnyebben tűnő része az életeteknek lezár. Többé már nem játszhatok majd Supermanet, azon a gyarva, ki lesz a kiválasztott felelő. Rosszabb napjaitokon már nem veszitek sorra, a sulira gondolva, hogy milyenek is azok a föltelmes főnöknek. Az egy hétre jutott témazáró és feledések mennyisége már nem fog titeket aggasztani többé. Ezzel a napval azonban még nem adhatjátok föl a harcot.
eddigi életetek talán legfelelősít teljesen viselkedését kívánó feladata vár rátok, és ez még csak a kezdet. A felnőttősön akarom még fogalmazni, azt mondanám, hogy elkezdődik számotokra a nagy betűségre, ahol példát elmutatnak erényből, bölcsességből, kitartásból, önfeláldozásból, és közben meg kell próbálni követni az álmunkat, elérni a céljaidat. Sokszor kell majd érdekelnetek, és megtalálni a helyes egyensúlyt a nagy pénzadás és bőrgyönkön bandája között. Remélem, sikerül majd mindig jól dönteni. A héten kezdődő vizsgasorozat neve a retteget szó, érettségünk. Az a szó már nem rettegeti előletek, hogy nem csak lexikális tudás, vagy logikát várnak tőletek, hanem a felnőttben művözés ez még a viselkedést is. A szakmai vizsgán is meg kell mutatnotok, felkészültek vagytok a munka világára. Mi 15-esek szurkolunk nektek ezekben a nehéz percekben, hiszen már mi is kezdtük érezni az utolsó év fogalatát. Kívánjuk nektek, hogy teljesüljenek a jövőtökre alkotott elképzeléseitek, de azért akkor sem szomorkodjatok majd lennél, ha nem minden sikerül úgy, ahogy akartátok. Végezetül remélem, hogy amikor már az így fejet foguló végzős lányok már mind született feleségek lesznek, és a nagyfiú azt mesélik a gyerekeiknek, így jártam anyátokkal, akkor is ugyanolyan szeretettel gondoltok vissza az így töltött évekre, mint most. Megtisztelő számodra, hogy a végzős diákok nevében én mondhatom a búcsú beszédet. A mai nap igen fontos számomra. Eljött az idő, amikor tőlünk, fragidősöktől búcsút kell vennetek. Néhányan megérezzük a tanulmányainkat ebben az iskolában. Többen maradunk még, hogy megkaphassuk eddigi tanulmányaink szakmai gyümölcsét is. Azt szokták mondani, hogy a vallomás napja az elvállásé, és a vállattól könnyes szemeké. Én azonban azt gondolom, hogy ez csak részben igaz. Gondoljunk csak bele. A mai nap ünnep is. A mi ünnepünk. Ma minden rólunk szól. Ma mindenki miattunk van itt. Ugyanakkor ez a nap vitathatatlanul búcsú is. Búcsú az iskolától, tanáraitól, diáktársaitól. Négy évvel ezelőtt új reményekkel indultunk neki a 9. évfolyamnak. Megismerkedtünk akkor még idegennek számító diákokkal, akik mára már felbecsülhetetlen barátaink és osztálytársaink lettek. Osztálytársainkkal együtt egy erős csapatot alakítottunk ki. Versenyekkel vettünk részt, mind egyénileg, mind csapat, illetve osztályszinten is. Osztálykirándulások és iskolai rendezvények alkalmával sok felejthetetlen emléket szereztünk. Keményen küzdöttünk, tanultunk, hogy ma végre itt állhassunk. A nápolyi tanulóiként, tanárainktól megfelelő alapokat kaptunk, még ebben a nehéz, vírusos időszakban is ahhoz, hogy a nagybetűs életben megálljuk a helyünket. Szeretnénk ezt megköszönni elsősorban osztálytörténknek, Horváth Erzsébetnek, Kovács Varga Gyöngyinek, Luis Krisztának, Kis Andreának, Busa Ferencnek és Albert Jánosnak, valamint a szakmai, illetve érettségi tantárgyaink a felkészítő tanárainknak. De nem szabad megfeledkezni szeretett szüleinkről sem, akik mindenben támogattak minket. Köszönjük! Az életünk most egy nagyon meghatározó részhez ért. Az elválás mindig egy új, ismeretlen megismerése követi, mert bővelkedik lehetőségekben, új kapcsolatokban. Sok új dologgal fogunk találkozni. Talán ijesztő belegondolni, hogy mennyire más lesz minden. Lehet, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy az élet milyen meglepetéseket tarthat számunkra. Legyünk bátrak, kezdeményezők, és ne féljünk ezektől. Előttünk a lehetőség, hogy tovább tanuljunk, vagy esetleg munkába álljunk. Elköltözünk, saját
célunk, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, illetve hogy azt az életet éljük, amit szeretnénk. Kedves végzősi diáktársaim, legyetek erősek és bátrak. Ne féljetek megtenni azt, ami a szívetek indít. Adjátok át magatokat a változásnak, mert lehet, hogy abban a pillanatban rossz, hogy ez a bizonyos valaki kilépett az életetekből, vagy másik alakultak az események, mint ahogy terveztétek. De el kell hívni, hogy később beigazolódik, hogy annak úgy kellett történnie. Ne ragadjunk rá magunkban, hiszen változtatni nem tudjuk. Inkább tanuljunk belőle, és teljes közel haladjunk az életünk útján. Ti pedig, kedves 11-esek, remélem készen álltok, hogy a hagyományokhoz híven a zászlót átadva nektek egyen feljebb léptetek, és jövőre rengeteg megpróbáltatással szembenézve hozzáteszitek ahhoz, amit ma mi lezárunk. Mostantól mindannyian a Makói Nápolyi Lajos technikum és kollégium történelmének részei vagyunk. A mai napot élvezzük, kiszórunk. A későbbiekhez pedig sok sikert kívánok minden diáktársamnak. Gimnáziumi tanulmányaimat pénzügyi számviteli ügyintéző szakon végeztem. Nagyon jó osztályközösségben telt el ez az 5 évünk, és nagyon közvetlen viszonyt tudtunk kialakítani a tanárokkal, és nagyon támogatóak voltak, és nagyon segítőkészek. Számos versenyeredménnyel rendelkezünk az iskolában. Az első 4 évben csapatversenyeken indultunk elsősorban osztálytársaimmal. A versenyre való felkészülés segítséget nyújtott nekünk abban, hogy hamarabb elsajátíthassuk azt a tudást, ami a vizsgákhoz szükséges, valamint az érettségihez. Az 5. év során egyénileg indultam az országos szakmai tanulmányi versenyen, ahol 4 felkészítő tanár segítségével készültünk fel.
3 fordulós volt a verseny, az első 2 forduló helyi forduló volt, a 3. fordulót pedig Győrben rendezték meg a döntőt. Nagyon megtisztelő, hogy idén is én vehettem át az Angyal Sóhaj Alapítvány díját. Nem gondoltam volna, hogy én kapom idén is. Nagyon motiváló ez számomra a jövőre nézve. Jó érzés, hogy gondolnak rám, és hogy figyelik munkásságomat. Informatikai rendszerüzemeltető szakra járok. Nagyon szeretem az informatikát, eszméletlenül, ezért úgy voltam vele, hogy ez egy tökéletes iskola arra. Eszméletlenül jól érzem magam, és az elmúlt 4 évben is nagyon jól éreztem magam az osztályközösségem, mert imádom. És hát kicsit szomorú vagyok, hogy elbalaktam, de mivel még itt maradok egy évet, élvezhetem a suli jó környezetét. A Stenger Gizella Alapítványtól vettem át egy díjat, hát nagyon örülök neki, nem számítottam volna, mert őszintén nem gondoltam, de nagyon boldog vagyok, és megérte azt a sok munkát, amit belefektettem. Szakképző iskolai osztály vagyunk, hegesztők és festőmázoló, tapétázó tanulók vannak az osztályban. 9 fő hegesztő és 10 fő festő, mázoló, tapétázó fog remélem eredményesen vizsgát tenni. Nagy várakozással tekintettek a ballagásra, nagyon várták ezt az eseményt, hiszen egy középiskolás életében mindig nagyon fontos a ballagás, különös tekintettel most, hogy a vírus helyzet miatt szabaddá vált az ünneplés, és így a család, illetve a barátok között szabadon ünnepelhetnek. Viszont hétfőtől elkezdődik a vizsgaidőszak. Számot kell nekik tenni az itt szerzett szakmai elméleti és gyakorlati tudásról. Remélem, mindenki sikerrel fogja venni ezeket az akadályokat. A vizsga után lesznek, akik dolgozni mennek. Őnekik már többnyire megvan a munkahelyük, illetve lesz olyan, aki tovább fog tanulni, második szakmát, illetve érettségit próbál megszerezni majd. Csendes már!